Köszönjük szépen, Attila! Elsősorban én is szeretném megköszönni mind a meghívást a DPMK-nak, mind pedig azt, hogy itt vagytok velünk, főleg ebben a helyzetben, ami tudom, hogy mindenki számára nagyon kihívásokkal teli. Gondolom a résztvevők közt vannak, akik tanárok, vannak, akik szülők, vannak, akik akár mindkettő. Úgyhogy az, hogy este 7 órakor itt vagytok, ez tényleg nagyon megtisztelő számunkra. Úgyhogy köszönjük szépen! Mint azt remélem tudjátok, a BookerPass nevű magyar fejlesztésű alkalmazást fogjuk bemutatni. Ezt angol nyelvtanításhoz készítettük gyerekek számára, és ez az időzítés, hogy ez a beszélgetés most van, ez több szempontból is elég szerencsés. Az, hogy digitális tanrend van néhány hete, és ez a BookerPass platform, ez teljes mértékben digitálisan online elérhető, mind a gyerekek, mind a tanárok számára. Úgyhogy ez tényleg egy olyan alkalmazás, ami ebben a jelenlegi nem túl egyszerű helyzetben nagyon-nagyon könnyen használható otthonról is. A másik, ami miatt azt gondolom, hogy különösen jó ez az időzítés, az az, hogy múlt héten kaptuk a hírt az oktatási hivataltól, hogy tananyaggá nyilvánították a BookerPass-t, ami azt hiszem, hogy az egyik legnagyobb elismerés, ami érhetett minket. Nagyon-nagyon kemény szakmai munka van ennek az alkalmazásnak a hátterében, és maga az akkreditáció is elég komoly szakmai elveken nyugodott, úgyhogy nagyon örülünk neki. Főleg, hogy ez azt is jelenti, hogy tegnap óta elérhető a hivatalos tankönyvjegyzéken a BookerPass, úgyhogy köszönjük, ha ezt megjegyzitek, és továbbadjátok a hírt, mert ez azt jelenti, hogy egy kicsit könnyebben juthatná el ez az alkalmazás a magyar gyerekekhez és felhasználókhoz. Úgyhogy én is most akkor újra bemutatkozom. Én Boldog Anna vagyok, és a Booker Kids-nél dolgozom, és a másik kolléganőm, aki itt van velem, Kinga, Krémer Kinga, aki gyakorló angol tanár. És igazából mi ketten vagyunk azok, akik a BookerPass kialakításának a legelső pillanatától jelen voltunk, tényleg az első megbeszélésektől fogva. Úgyhogy ezért most akkor mi fogunk nektek egy kis ízelítőt adni a BookerPass-ból. Úgy lesz a felosztás nagyjából, hogy én egy prezentáció segítségével így nagy vonalakban vázolom, hogy mi ez az alkalmazás, milyen funkciói vannak, jellemmódszertani hátterében. Utána megnézzünk természetesen egy mesét is, és utána Kinga fog nektek segíteni néhány praktikus tanácssal, ő kicsit a gyakorló angol tanári tudását fog tényleg segíteni. Amit szeretnék még elmondani, hogy nyugodtan kérdezzetek, ahogy Attila is mondta, itt lent a sarokban, a chat ablakban, vagy megpróbálunk közben válaszolni, vagy a végén, ez a kérdéstől is függ, de az a lényeg, hogy mindenki kérdését meg fogjuk válaszolni. És az is lehet, hogy közben hasznos linkekkel is fogok szolgálni szintén ott az ablakban, úgyhogy érdemes figyelni. Igen, ennyi nagyjából, úgyhogy kezdjük is. Először szeretném bemutatni a céget. Biztosan vannak köztetek, akik ismerik a Booker Kids-et, hiszen már 5 éve foglalkozunk gyerek mesekönyvek tartalmak készítésével. Először digitális könyveket készítettünk, nyomtatásban már megjelent sikeres művekről, és utána bebizonyosodott, hogy maga a formátum, a tartalom, amit használunk, az nagyon jól beépíthető az oktatásba, és egyre inkább elkezdtünk fókuszálni kimondottan oktatási anyagok készítésével. Így lehet, hogy valaki már találkozott a Booker Suli nevű appal, amit magyar irodalomórákra készítettük, és utána elkészítettük a BookerPass-t angol tanulásra. Ez az alkalmazás is ötvezi a Booker Kids alapelveit, a Booker Kids alapelveire épült tulajdonképpen, ami ugye az, hogy az olvasás és a történetmesélés tradicionális értékeit szeretnénk átadni a mai gyerekeknek, akiknek ugye változóak a felhasználói szokásai, az olvasási szokásai, egy kicsit más módon kell őket megfogni, mint korábban. Úgyhogy a BookerPass kimondottan angol tanításra készült, és akkor most nézzük ezt a prezentációt.
Azt gondoljuk, ugye erről már beszéltem, hogy az olvasásnak nagyon nagy szerepe van kimondottan a nyelvoktatásban is. Történeteken keresztül kontextusba kerül minden, amit megtanulunk az órán. Az, amit a gyerekek nagy nehezen a nyelvtant összerakosgatják, nem tűnik annyira logikusnak, szavakat bogarásznak ki, nem értik, hogy hogy vannak a betűk, az egy történeten keresztül rögtön életre kel, kontextusba kerül, megelevenedik. Ráadásul egy tök nagy motivációt ad nekik az, hogy jaj, de jó, amit megtanultam az órán, azt értem egy másik környezetben. És természetesen ez ahhoz is hozzásegít, hogy sokkal automatikusabb váljon a tudásuk, a szókincsük jobban beépüljön, a nyelvtani anyagot jobban megértsék. Ami szintén nagyon fontos az olvasásban, az az autentikus tartalom. Az, hogy nem olyan szövegeket látnak, amik kimondottan nyelvtanulási célzattal lett kialakítva, tehát mondjuk az egész szövegben következetesen egyféle múltidő van használva, hogy az begyakoroltassa, hanem természetes szöveghasználat van tulajdonképpen. Úgyhogy ez volt igazából az elv a mögött, hogy mi úgy döntöttünk, hogy a bukáklassz alkalmazást szeretnénk megalkotni. Ráadásul azt gondoljuk, hogy könyvekkel egy hosszú távú motiváció fenntartható a gyerekek részéről. Aki ismeri a Booker Kids-et, azt tudhatja, hogy nálunk életre kelnek a mesekönyvek. Ezt követtük a Booker Class-ban is, és megalkottuk a readerek új generációját. Azt tudjuk, ugye, hogy a nyelvtanulásban a readereknek óriási szerepe van, ezen keresztül lehet tényleg irodalommal találkozni a gyerekeknek, viszont mi a Booker Kidsnél hozzáadtunk olyan elemeket, amik ezt közelebb hozzák a mai gyerekekhez. Ilyenek az illusztrációk és az animációk, amik minden esetben a szövegértést támogatják. Nagyon fontos a mi formátumunknál, hogy az animáció éppen csak annyira intenzív vagy erős, tehát tulajdonképpen eléggé visszafogott és kimért jó értelemben, azért, hogy ne vonja el a figyelmet a szövegről. Bocsánat, egy pillanat. Tehát az animációk nagyon visszafogottak, és mindazt támogatják, hogy a szöveg megértése könnyebb legyen. Minden egyes mesénkhez tartozik anyanyelvi narráció. Ez szintén nagyon fontos, hiszen első kézből találkozhatnak anyanyelvi kiejtéssel a gyerekek. Ezt szövegkijelölés is követi, tehát egyszerre hallják, látják a szöveget és az animációkat a gyerekek, ami hozzájárul tényleg ahhoz, hogy minél könnyebb legyen a megértés. És fejlesztő játékok követnek minden történetet, ezek épülnek a történetre, és nagyon sok mindenre visszakérdeznek, amit majd később elárulok. A módszertani háttere az alkalmazásnak több egyetem által is kutatva volt. Volt a Szegedi Tudományegyetem által egy kutatás, majd pedig tavaly a Klik támogatásával és a Szegedi Tudományegyetem ELTE és Corvinus bevonásával készült egy nagyobb volumenű pilot. Ez során ki lett mutatva, hogy a formátumnak köszönhetően az alkalmazások képesek hosszú távon fenntartani a figyelmet, a gyerekek figyelmét. Ezáltal sokkal, sokkal többet vannak kitéve a szövegeknek, könyvolvasásnak, meseolvasásnak. Nagyon élvezik őket, nyilván egyrészt a digitális léte miatt, hogy lehet kütyűt nyomkodni legálisan, másrészt pedig maga a formátum olyan, ami megnyeri őket, és így sokkal több időt töltenek eleve olvasással, és a mi helyzetünkben angol olvasással, ami elég jó, hogy nem csak a YouTube-on, meg a kedvenc számítógépes játékukban találkoznak a nyelvvel, hanem egy fokkal magasabb szintű közegben is. Az is kijött ezeken a kutatásokon, hogy azok, akik a digitális változatot olvasták egy szövegből, 20%-kal jobban teljesítettek a szövegértési teszteken. És ami még nagyon fontos sajátossága, az, hogy nagyon jól lehet az alkalmazással differenciálni, hiszen sok szinten ad különböző komplexitású könyveket, így mind felzárkóztatásra jól használható, mind pedig tehetséggondozásra. Ugye a kicsit jobban lemaradt, vagy,
vagy gyorsabban működő gyerekekkel, és önmaguknak is tudnak differenciálni a gyerekek, hiszen szabadon mozoghatnak a könyvtárban, tetszőlegesen választhatják ki akár a címeket, amiket szeretnének olvasni. És jöjjön most maga az alkalmazás, ez ugye a Booker Class, ez tabletekre és okostelefonokra készült, az App Store-ból és a Google Play-ből le lehet tölteni, Android és iOS készülékekre, de egy kettő az egyben felületről van szó, mert az egyik komponense maga az alkalmazás, a másik viszont egy tanári felület, ami egyszerűen böngésző alapú, bármilyen böngészőben elérhető. Ahogy mondtam, a legfőbb komponense összetevője ennek a platformnak az interaktív könyvtár, amiben jelenleg több mint 150 könyv található, de ez folyamatosan bővül. Szóval minden héten adunk hozzá új tartalmakat minden szinten. A műfajokat tekintve nagyon széles skálán mozgunk, vannak benne mondókák, dalok, képes könyvek, versek, mesék, klasszikus vagy modern történetek, foglalkozunk szituációkkal és dialógusokkal, civilizációs szövegek vannak benne, vannak benne teljesen új szépirodalmi részletek, mindezt azért, hogy a gyerekek minél több típusú szöveggel, nyelvi regiszterrel, beszédstílussal és persze szókincsel találkozhassanak. Minden műfaj képviselheti magát nagyjából minden szinten, de természetesen a szövegek komplexitása, hossza és témája az változik, ahogy halad előre az alkalmazás. A célközönsége az appnak azok az óvodáskortól kamaszkorig terjedő gyerekek, tehát tényleg egészen kicsikortól, akár a középiskolai évekig lehet használni az appot. Nyelvtudási vagy nyelvtudási szintben pedig a teljesen kezdőtől a B2-es haladó szintig jutunk el a 6 szinten keresztül, ami az alkalmazásban van. Ami egy nagyon fontos funkció szerintem mindenkinek, aki tanít, az az offline használat. Egyrészt azért, mert ha egyszer visszatérünk az osztálytermekbe, nem biztos, hogy mindenkinek van tényleg teljesen stabilan, jól működő internete, viszont az alkalmazásban azt a könyvet, ami egyszer már le lett töltve, azt utána offline is el lehet érni, tehát internet kapcsolat nélkül. És én azt gondolom, hogy ez egy otthon is egy elég hasznos funkció, a jelen helyzetben el tudom képzelni, hogy például az anyuka úgy tudja odaadni a gyerek a tabletet, hogy előre töltötte a tanárnő által ajánlott könyveket, de mivel offline a tablet így nem fog tudni annyira elkalandozni a gyerek. Úgyhogy ez is egy nagyon hasznos funkció, ezt nagyon szokták szeretni. Nagyon-nagyon fontos eleme az alkalmazásnak a játékok. Ezek ugye önállóan is, és a könyvek végén találhatóak meg, mindig több darabban belőlük. Azon kívül, hogy vannak tisztán szórakoztató játékok, amik csak azt a célt szolgálják, hogy minél több időt töltsön tanulással, játékos tanulással a diák. Ezen kívül vannak ennél célirányosabb, ugyanakkor nagyon szórakoztató játékok, amik szókincsfejlesztésre, természetesen kiejtés fejlesztésre mennek rá, nyelvtani elemeket gyakoroltatnak, olvasott szövegértést vagy hallásértést. Nyilván ez az alkalmazás sajátja is, hogy a hallásértést és az olvasásértést segíti. Vannak benne kommunikatív feladatok hasznos kifejezésekkel vagy kérdésekkel. Úgyhogy a szakmai csapatunk, akinek Kinga is a tagja, sőt, tényleg biztosítanak arról mindenkit, hogy változatosak legyenek a feladatok, és minél több nyelvi készséget fejlesztenek. Amit pedig már nagyjából említettem, az a tanári admin felület. Ez egy böngésző alapú felület, amihez minden iskola kaphat hozzáférést. Nagyon könnyű felvinni a diákokat és hozzáadni további tanárokat. Ha a diákokat felvittük, akkor megjelenik a nevük mellett egy 6-jegyű kód. Ez az a személyes egyedi azonosító, amivel be fognak tudni lépni az alkalmazásba. És ez szolgál arra is, hogy a statisztika utána ugye a nevük összfőződjön. Ugyanis ebben ezen az adminon nagyon sok könyvolvasási statisztikát lehet találni,
mennyit olvastak a gyerekek, milyen könyveket, egy bizonyos címben mennyi időt töltöttek. Azt is látjuk, hogy a feladatokat megoldották-e, abba hagyták-e esetleg a feladatot a felénél. Úgyhogy nagyon sok információval szolgál a gyerekek teljesítményéről, ami a jelenlegi helyzetben azt gondolom, hogy különösen fontos. Tényleg, akik beszámolnak most a használatáról, azok ennek örülnek szerintem a legjobban, hogy ajánlanak egy könyvet a diákoknak, és másnap meg tudja nézni, hogy ki olvasta el, ki mennyi időt töltött a könyvben. Tehát lehet olvasmányokat is ajánlani. Diákonként hozzá lehet rendelni egy-egy könyvet a polcukhoz. Van az alkalmazásban kimondottan egy recommended nevű polc. Itt lehet megtalálni az ajánlott könyveket, amikor a gyerekek újra belépnek. Ez nagyon praktikus funkció szerintem házi feladatadáshoz például, amikor úgy búcsúznak el az óra végén, hogy majd figyeld az alkalmazást, mert meg fog jelenni a könyv, vagy amikor meg kell kérni őket, hogy másnapra készüljenek fel valamiből. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ami miatt a Booker Class nagyon érdemes használni minden iskolában, az, hogy egy nagyon biztonságos felület, nem ugranak fel hirdetések, nincsenek benne kevésbé színvonalas tartalmak, vagy gyanús szövegek, esetleg nem minőségi szövegek. A teljes könyvtár válogatott tartalmakból áll, ellenőrzött tartalmakból. A meglévő szövegeinket is mindig átnézik angoltanárok, anyanyelviek. Az új szövegeket, amiket mi készítünk, ezt szintén angoltanárok írják, de mindig anyanyelviek közreműködésével. Tehát minden, tényleg minden módon igyekszünk biztosítani, hogy nagyon magas legyen a színvonal. Ez igaz az illusztrációra és az animációra is. Nagyon fontos szerintem a tanárok szempontjából az anyanyelvi narráció, hogy ezzel tulajdonképpen tényleg a YouTube videónézés is valahol ki van váltva, vagy meg van oldva az, hogy folyamatosan halljanak anyanyelvi felolvasókat a gyerekek. Lehet rá tekinteni egy feladatgyűjteményként is, hiszen konkrétan több száz feladat található benne, ugyanúgy, ahogy több száz szótanulókártya is, amiket az előzőben elfelejtettem megemlíteni. Tehát szótanulókártya is van az alkalmazásban, több száz szintekre szedve, tematikusan rendezve, szintén úgy összeállítva, hogy biztos legyen, hogy azon az adott szinten, amit a tanulónak tudnia kell szó, az szókártya formájában is látható. Ezek egyébként úgy működnek, mint a klasszikus fizikai kártyák. Annyi előnye, hogy amikor megfordulnak, akkor rögtön jön a helyes kiejtése az adott szónak. És ahogy mondtam, nagyon könnyű az egész platformot implementálni, igazából egy kód igénylés után a jelen helyzetben fel is lehet állítani magunknak az iskolát, a diákokat fel lehet venni, és tulajdonképpen pár órán belül már tudják a diákok használni, és azonnal tudja a tanár követni az ő teljesítményüket. És mint említettem, az offline elérés is azt szolgálja, hogy ez egy minden helyzetben jól használható eszköz legyen. Úgyhogy ezt mondanám most én el. Amit még szeretnék hozzátenni, az, hogy ingyenesen lehet most hozzáférést igényelni az alkalmazáshoz, mert szeretnénk megkönnyíteni a tanárok dolgát ebben az időszakban. Ennek majd visszatérek rá a végén, és beletettem a leves linket a chatbe. És akkor most szerintem, hogy már ennyit beszéltünk, és ennyi statikus képet láttunk, nézzünk meg egy mese részletet. És itt majd Kinga fogja átvenni a főszerepet. Lejátszunk nektek tulajdonképpen egy mesét, és ő fog segíteni abban, hogy tanári szempontból mi ebben a fontos. Sziasztok, akkor nézzük meg a könyvet. The Origin of Strawberries, Native American Myth, by Katherine Barry Judson. Látjátok, hogy ezt
könyvet a hármas szintről választottuk, ez azt jelenti, hogy A1-es szintű, kezdő nyelvtanulóknak való. Ez az illusztrációkban látható lesz, hogy nem csak kisiskolásoknak, nem csak általános iskolásoknak lesz megfelelő, hanem akár gimnáziumi csoportokba is bevihető. A mese maga a Catherine Berry Johnsonnak a gyűjtéséből van. Ezt a mesét mi nem módosítottuk, nem könnyítettünk rajta, úgyhogy eredeti formájában láthatjátok. És ez nem is akármilyen mese, hanem egy szájhagyomány útján terjedt eredet történetnek a, gyakorlatilag az átirata, tehát egy kerek kis történet az Ethernek az eredetéről, bevezetéssel, tárgyalással, befejezéssel, egy nagyon szép történeti vonallal, úgyhogy gyakorlatilag egy tökéletes lehetőség arra, hogy ezt is egy kicsit kiaknázzuk a gyerekekkel. Szeretném, hogyha most együtt megnéznénk a történetet, és akkor utána folytatom. When the world was new, there was one man and one woman. They were happy. Then they quarreled. At last, the woman left the man and began to walk away toward the Sunland, the Eastland. The man followed. He felt sorry, but the woman walked straight on. She did not look back. Then Sun, the great apportioner, was sorry for the man. He said, "Are you still angry with your wife?" The man said, "No." Sun said, "Would you like to have her come back to you?" "Yes," said the man. So Sun made a great patch of huckleberries, which he placed in front of the woman's trail. She passed them without paying any attention to them. The sun made a clump of blackberry bushes and put those in front of her trail. The woman walked on. Then sun created beautiful serviceberry bushes which stood beside the trail. Still, the woman walked on. So sun made other fruits and berries, but the woman did not look at them. Then Sun created a patch of beautiful ripe strawberries. They were the first strawberries. When the woman saw those, she stopped to gather a few. As she gathered them, she turned her face toward the west. Then she remembered the man. She turned to the sunland, but could not go on. She could not go any further. Then the woman picked up some of the strawberries and started back on her trail, away from the sunland. So her husband met her, and they went back together. Hát ennyi ez a történet. Látjátok, hogy 2,5 perc, nem túl hosszú ezen a szinten. Látjátok, hogy voltak ilyen kis felvillanó részek, ilyen kis ragyogások a könyvben. Például itt az utolsó szlájdon a bokroknál, ez én voltam, én engedtem ki a madarat a bokrok közül, vagy például a bölényeknél, amikor rákatintottam, elszaladt egy, és én gyűjtöttem epret a feleségnek a táskájába. Úgyhogy ezek az interaktív elemek, amikkel egy kicsit gazdagítjuk itt a mesének magának az élményét. Látjátok ezen a záródián, hogy nagyon igényes az illusztráció. Az illusztrátoraink utána néztek, hogy milyen volt a Cherokee indiánoknak az öltözete, az életmódja, milyen volt a természeti környezet, ahol eredetileg éltek, és igyekeztünk ezt a mesében is nagyon hűen ábrázolni. Tehát gyakorlatilag ez a mese civilizációs célokra is, vagy a kultúra tanítására is nagyon-nagyon jó és helytálló. Ezen kívül nyilván az a nyelvtanulásban, mint hallott és olvasott szövegértés fejlesztésére tökéletes. Alapvetően ugye ez komplex élmény, de szét lehet szedni csak hallásértésre, ha nem nézik a tanulók a szöveget.
vagy csak olvasás értésre, ugyanis kikapcsolható a narráció, az alsó stopkomtál, az alatt rejlik egy kicsi szájikon, és azzal kikapcsolható a maga szövegnek a felolvasása, de ettől függetlenül az aláfestő zene és a hangeffektek még megmaradnak, úgyhogy azért mégis egy kicsit ad, de mégiscsak egy kicsit elvesz. Látjátok, hogy 2,5 perc a mese, tehát például tökéletes a gyors tanulóknak, időkitöltőnek egy-egy feladat mögött vagy után. Ugye a differenciálás az elég nagy feladat napjainkban, én úgy érzem tanárként, és én például erre is szoktam használni ezt az applikációt, hogyha olyan rész van, ami bizonyos gyerekeknek már nem szükséges gyakorlás, vagy túl hamar végeznek, akkor szoktam nekik ajánlani egy-egy könyvet, és akkor azt el tudják addig olvasni, amíg én azokkal a tanulókkal foglalkozok, akiknek nagyobb szüksége van a tanári segítségre. Aztán én alapvetően egyébként a meséket korepetálásra használtam először, úgyhogy szerintem, mivel ugye ez egy barátságos kontextus, egy applikáción belül, ami azért elég izgalmas, ezért szerintem a lemaradó gyerekeknek is nagyobb élmény mondjuk így gyakorolni a nyelvet, mint néha fénymásolatokon, bár hát nyilván feladattól és tananyagtól is függ. Most viszont én azt szeretném nektek bemutatni, hogy a tanórai anyagba hogyan lehet beépíteni ezt a mesét, és nyilván a legelső gondolatunk az, hogy ez egy szövegértés feladat. Akár a hallásra, akár a beszédre hagyatkozunk, rögtön egy értés ellenőrző feladat ugrik be, ez lehet ugye igaz, hamis, lehet rövid válaszos, lehet egy quiz-szerű megoldás, hogyha ti írjátok meg hozzá az itemeket, de akár bátoríthatjuk a gyerekeket is, hogy ők írják meg. Én például meg szoktam azt csinálni, hogy elfelezem a mesét, és az első felét kiadom szövegként csak kezdetben az egyik csoportnak, a másik csoportnak pedig a második felét, és ahogy végigolvassák a saját részüket, ők írnak hozzá kérdéseket a másik felének, az osztály másik felének, és akkor utána, miután helyet cseréltek, és kicserélődtek a kérdések, akkor nézzük meg a mesét, és akkor így egy kicsit másra kell koncentrálni. Annak, aki ugye ismeri azt a részt, annak az illusztráció és a hang lesz egy kis plusz, aki pedig nem ismeri, az ugye még ezen felül kell, hogy figyeljen esetleg a részletekre is, hogyha a gyerekekkel iratunk kérdéseket. Hogyha szeretnénk egy kicsit kreatívabban a szövegalkotásra buzdítani a gyerekeket, akkor megcsinálhatjuk azt, hogy például kérünk egy lényegkiemelést, és a tanulóknak kell rövid mondatokban összefoglalni a történetnek a tartalmát. Ez viszonylag egyszerű szerintem, de nagyon-nagyon hasznos feladat. Hogyha kreatívabb feladatokat szeretnénk vinni, kreatív szövegalkotást például, megtehetjük azt, hogy a mese felénél abba hagyjuk és leállítjuk a történetet, és megkérdezzük őket, hogy mit gondolnak, mi fog történni ezután, vagy akár ezt több részletben is megtehetjük. És ez ugye ötleteket generál, és a gyerekeket talán motiválja, hogy elmondják az ötleteiket a történethez kapcsolódóan. Aztán azt is meg lehet csinálni, ami már egy kicsit talán hosszabb feladat, hogy engedjük a gyerekeknek végigolvasni vagy végighallgatni ezt a történetet, és a végén buzdítjuk őket arra, hogy ők írjanak egy eredett történetet. Az eredett történetek ugye elég gyakoriak az indián mitológiában, és a legendáik között nagyon sok arról szól, hogy hogyan születtek a növények, állatok, miért különböző színűek az emberek. Tehát gyakorlatilag kérhetjük a gyerekeket, hogy ők készítsenek egy eredett történetet, akár szóban, akár írásban, ugye attól függ, hogy mire van nagyobb szükség, és mihez van nagyobb kedv. Projektmunkaként, hogyha kicsit ki szeretnénk aknázni a lehetőségét az illusztrációnak és a narrációnak, akkor kérhetjük őket, hogy a meglévő hangra, meglévő narrációra és hangeffektekre ők rajzolják meg újra a történetet. Mondjuk ez kisebb tanulóknál például egy nagyon jó lehetőség a szövegfeldolgozásra, vagy pedig nagyobb tanulóknál, vagy hogy egy kicsit az érzelmi intelligenciát, soft skill-eket szeretnénk fejleszteni, akkor kérhetjük őket, hogy játsszák el. Tehát egy ilyen
kis drámás gyakorlatot kérhetünk tőlük, de hogyha például az illusztrációra szeretnénk inkább hagyatkozni, megtehetjük azt, hogy a hanganyag részét hagyjuk el a mesének, és kérjük őket, hogy ők meséljék el a történetet, akár párbeszédesen, akár egy leírás szerűen, illetve például kamasztanulóknál nagyon vicces lehet az, hogyha valami teljesen másról kell nekik történetet írni, a meglévő illusztrációra vagy történetet elmesélni, és ezt általában nagyon szokták élvezni, hogyha egy kicsit ki lehet forgatni egy-egy tanár által nagyon szupernek tartott már kész történetet. Aztán, hogyha a klasszikus részét nézzük a mesének, vagy a klasszikus szempontból, nyelvtanási szempontból nézzük, akkor ugye ott van a szókincs és a nyelvtan. A szókincs az egyértelműen a bogyós gyümölcsöket tanítja, ám bár az eper például pont nem bogyós gyümölcs, úgyhogy ha például egy biológia órára szeretnénk két anyanyelvű iskolába bevinni, akkor rögtön ezzel indíthatunk is, mint fun fact, hogy az uborka és a banán bogyós gyümölcs, az eper pedig például nem. Egyébként a könyvben van sok kifejezés a gyümölcsökön kívül is, például ugye a bush, a ripe, a gather, ami még ide tartozik, tehát van benne megfelelő nyelvi közeg is ehhez. Hogyha a storytelling részét szeretnénk egy kicsit kidomborítani, akkor ki lehet belőle gyűjteni a kötőszavakat. Ezt például egy nagyon egyszerű feladattal úgy lehet leellenőrizni, hogy a gyerekek valóban látják-e ezeket, tudatosul-e, hogy megadjuk nekik a benne lévő kötőszavakat. Ezek például a but, as, at the end, then voltak, tehát nagyon alap kifejezések, és kérhetjük őket, hogy ők írják a könyvnek a lapjának a számát a kötőszó mellé, és akkor könnyen ellenőrizhetjük, hogy valóban figyeltek és megtalálták őket. Hogyha a nyelvtant nézzük, akkor ez egyértelműen egy egyszerű múltidős gyakorlás. Benne van az összes fajta multidős igeforma, van a sima edés, van a magánhangzó duplázós, van a néma es, van benne rendhagyó, benne van a can, could, benne van a be, was, were, úgyhogy szuper, tagadás is van benne, a did not, illetve a could not, ez ugye itt a záródián is látszik az első sorban, tehát könnyen lehet ezt is gyakoroltatni a gyerekekkel, akár úgy, hogy nekik kell kikeresni, akár úgy, hogy mondatot kell utána vele írni, illetve a kérdéseket is végül is vissza tudjuk itt forgatni, ha mondjuk már egy gyakorló vagy ismétlő óráról van szó, hiszen ha a gyerekek írnak kérdéseket egymásnak a szövegről, akkor egyértelműen használhatják az egyszerű múltidős kérdéseket, így a kudosat, a buzzword és a dides segédigével alakított kérdéseket is. Ezek voltak az én ötleteim, ezekből az ötletekből néhányat megtaláltok egyébként a honlapunkon, ezek publikusak, hogy egy kicsit könnyebb legyen nektek a feldolgozás, hogyha esetleg nincs időtök ezen hosszasan brainstormingolni. Hogyha viszont csak szeretnétek kiadni ezt a könyvet, ezt az egész mesekönyvet a gyerekeknek, és szeretnétek, hogy ők önállóan mondjuk otthon dolgoznák fel, vagy nem vagytok éppen az iskolában valamilyen okból, és szeretnétek önálló munkát adni nekik, akkor mi három feladatot beleraktunk a mese végére, és ezeket szeretném most nektek megmutatni. Turn the page for some games. Put the sentences into the correct order. Látjátok, hogyha rossz helyre húzom a megoldást, akkor nem is fogadja el az applikáció. És hagyj, hogy még gondolkodjak egy kicsit a jó megoldáson. Ez sok feladatban így van, de van néhány feladat, ahol hagyja, hogy a gyerek válaszoljon, és a végén adja ki.
és a végén adja ki a feedbacket a tanulónak. Ez ugye egy ilyen globális szövegértős feladat volt, egy rövid összefoglalóval. Ezt a 6 mondatot például fel lehet használni a kötőszavaknak a gyakorlására is, tehát a kötőszavak és a rövid kis mondatok kombinálásával egy viszonylag gyors kis gyakorlást adhatunk a gyerekeknek. Nézzük meg akkor a másodikat. Match the pictures with the sentences. I'm leaving. I'm sorry. Please come back. Here you are. I love you. I love you too. Ez a feladat egyrészt ugye a szövegértésre és a memóriára épít, másrészt viszont a kommunikatív készséget is fejleszti, hiszen ezek a mondatok nem hangzottak el a mesében. Ezeket a gyerekeknek a kommunikációs helyzetnek az értékelése alapján kell, hogy megoldják, illetve ugye fel kell ismerni ezeket a mondatokat, de valószínűleg ezek már az aktív szókincsük részét képezik. És itt is ugye rögtön jött a visszajelzés, és látjátok, hogy jó-e vagy nem, és akkor lehet újat választani. Good job! Listen to the recording and find the fruit in the picture. Where's the huckleberry? Here it is. Where's the blackberry? Here it is. Where's the strawberry? Here it is. Where's the raspberry? Here it is. Where are the grapes? Here they are. Itt ugye a gyümölcsöknek a neveire építettünk. Lehet, hogy a tanulók már nem emlékeznek ennyi idő után pontosan a gyümölcsnevekre. Viszont látjátok két oldalon a két nyilat, úgyhogy bármikor vissza lehet lapozni, és meg lehet nézni a szöveget és az illusztrációt hozzá, hogy felidézzük a hiányzó vagy nehézkes részeket. Ettől függetlenül az előző két feladatnak a megfejtése nem fog elveszni. Tehát gyakorlatilag akárhányszor vissza lehet menni, akárhányszor el lehet olvasni, sőt, többször meg lehet csinálni is a feladatokat, hogyha esetleg valakinek ez lesz a kedvenc könyve. Úgyhogy elég rugalmas, és ahogy látjátok, azért nagyon sok visszajelzést ad folyamatosan a feladat megoldásnál is az applikáció, ami szerintem nagyon fontos, hogyha önálló munkáról van szó, és a megoldásokat egyébként a tanári platformon is látjátok ti, hogy a gyerekek hogy működtek, és hogy mit, hogyan sikerült megoldaniuk. Úgyhogy gyakorlatilag ez a mi applikációnk. Ez a mesénk. Egyébként level 1-en, tehát nagyon kezdő szinten van egy Funny Fruits nevű mesénk, ami még egy kicsit ide kapcsolódik, akár bemelegítő feladatnak, vagy lezáró feladatnak, vagy akár ismétlésnek is használható, illetve az egy hát ilyen kis versikés jellegű kis könyvecske, tehát nem egész történet, és van ide kapcsolódó gyümölcsös szókártya szettünk is, tehát hogyha nem is az egész mesét játsszuk le, például a szókártyákat használhatjuk egy kis bemelegítésnek, vagy levezetésnek, hogyha van erre igény, vagy van rá szükség. Ez lenne akkor a mi mesénk, ez a mi applikációnk, remélem, hogy tetszett nektek a történet, remélem, hogy ti is annyi lehetőséget láttok benne, mint én, és remélem, hogy hasznosnak találjátok a beépített játékokat, illetve, hogyha ránéztek az elérhető anyagainkra, akkor ott is találtok olyat, amit szívesen bevinnétek a csoportjaitokba. Nagyon örültem, hogy végighallgattatok minket, és hogy bemutathattuk nektek.
ezt az applikációt. Én nagyon szeretem, én nagyon hasznosnak találom, és úgy gondolom, hogy szépen végig tudja kísérni a tanulókat a nyelvtanulás folyamatán. Köszönöm szépen, akkor Anna, visszaadnám a szót. Hát ez volt a Booker Class bemutatása. Reméljük, hogy nagyjából erre számítottatok, hogy hasznosnak találtátok. Szerintem engem magamat lenyűgözött a Kinga bemutatója. Mindig nagyon-nagyon jó ezt hallani, hogy tényleg ennyire sok oldalú az alkalmazás, és képzeljétek azt el, hogy ez egy könyvhöz tartozó ötlet volt, és ezt kell most 150-nál megszorozni, és az az alkalmazás, de mire néhány könyvet feldolgoztok, már 160 lesz, meg 170 szerencsére, úgyhogy tényleg kifogyhatatlan tárháza az ötleteknek és a segédanyagoknak. Én még annyit szeretnék itt a végén mindannyiótoknak elmondani, hogy ha felkeltette az érdeklődéseteket, akkor egyrészt látogassátok meg a weboldalunkat, amit most ide be fogok tenni a chatbe. Itt lehet most kódot igényelni, ingyenes hozzáférést, amíg ez a furcsa periódus tart, addig mindenképpen szeretnénk ingyenes hozzáférést biztosítani a számotokra. Nagyon egyszerű lesz, ha tanárként regisztráltok, akkor egy válasz e-mailben megkaptok minden tudnivalót majd. Érdemes a hírlevelünkre is feliratkozni. Bocsánat, ez kicsit ilyen reklámhelye, de tényleg érdemes, mert nagyon sok segédanyagot adunk számotokra, reading tippeket, hogy hívják, óravázlat mintákat, extra segédanyagokat. Ezen kívül, ahogy mondtam, tegnap óta elérhetőek vagyunk a tankönyv jegyzéken is, úgyhogy ha esetleg ti magatok angoltanárok vagytok, vagy döntéshozók iskolákban, akkor nagyon örülünk, hogyha meggondoljátok, és esetleg igénylitek. Erről is beteszek egy linket, a Modern Iskola írt rólunk egy cikket, hát ha hasznos, és még bármilyen extra információt megtudhattok belőle. Érdemes figyelni a digitális témahét további eseményeit is, mert itt az elején, amíg várakoztunk, meg is beszéltük, hogy milyen egyéb dolgokat csinálhatnánk még közösen, és nagyon sok ötletünk van, hogy hogyan tudnánk titeket segíteni a következő hetekben, úgyhogy mindenképpen érdemes követni a digitális témahét tanári fórumot, a Facebookot és a honlapot is. Természetesen mi is hírt adunk arról, hogyha lesz bármilyen kezdeményezés,